kikészítő. De nem is az, hogy egyszer csak unalomba fullad az óra, hanem hogy az első pillanattól kezdve a teljes elutasítás, érdektelenség, betonfalba ütközés, és ezzel nap mint nap szembesülni, szóval az tényleg vérlázító, és szinte reszketek az idegességtől most is. Tulajdonképpen próbálkoztam már olyanokkal is, hogy esetleg egy sláger dar szövegét tekinteni úgy, mint vers, hogy hát, ha ezzel közelebb tudok hozzájuk kerülni, de ezek a dalszövegek is, nem tudom, valahogy de nem tartottam. Utoljára melyik generációnál jött? Ez a probléma, mondjuk, ez a probléma, hogy körülbelül egy dusán dalszöveggel állt. Ami hát szintén elavultá vált a szemükre. És az Istennek se tudtam szót érteni velük még egy ilyen... És mit érzel ilyenkor, hogy kár is beléjük? Vagy hogy minek? Mert feldolgozhatatlan, mert ugyanis azt érzem, hogy nem létezik. És ez a nem már létezik, ezt minden hozzá nap azzal kelek fel, hogy nem létezik, és mégis a harmadik órán, vagy a nulladik, azt látom, hogy de, létezik. És ezt nem tudom megugrani, én már nem is tudom hány éve, hogy egyre rosszabb a helyzet. Sértett keserű tanár lett? Igen, ott az órákon igen, most ideges vagyok nálad. De ott egyszerűen már azt látom magamon, hogy fáradt vagyok, és leginkább legalább magamba beszélek. Megpróbálom kiiktatni az egészet, és akkor legalább halkan magamba. Hát lehet, hogy nem fog elemezgetni, de például sok évtizedet... Mivel ugye engem ezek a saját szakmám, a saját pályaválasztásom, egyetértek, és tetszik, és ezért tulajdonképpen én szeretek vers költeményekkel foglalkozni, és ezzel én ott magamba elmotyogok. Ezt találtam ki, de én is egy picit idegesít, így viszont idegesítenek. Szóval sok évtizeddel ezelőtt nekem egy nagyon-nagyon édes, nagyon jó fejű irodalomtanárom volt, ő úgy 42-en voltunk az osztályban, úgy döntött, hogy 5 ember van, akit ez érdekel, na velük foglalkozik. Én az egyik voltam ebből, és egyáltalán nem érdekelt, hogy a többi mit csinál, de rájuk se nézett. Ha felszólította, hogy Béla, előre beírta, hogy hármas, és nem is nagyon figyelt, néha-néha meghallgatta. Tehát azért csak találni lehet egy embert. Egyet. Tehát, hogyha ennyire érzékenyen leszed azt, hogy mintha személyes sértésnek tekintenéd, hogy nekik ez kell, vagy nem kell, fogadják, vagy nem fogadják, akkor erre rá fogsz menni. Úgyhogy nagyon a lelkesedésből nem lehet visszavenni, nem is érdemes, csak így gondolkozhatnám, nem? Nagyon szép ilyen hollywoodi filmeket lehet ilyen témákban látni, összemelekszenek, ahogy problémás osztályt kap egy tanár, és valahogy megpróbál. De nyilván az osztályomban is ülnek olyanok, akik esetleg figyelnének, de mondjuk a szünetben meg kénytelenek egymással barátkozni, ahhoz meg, hogy ott jóba legyenek, ahhoz egy közösségbe kell formálniuk magukat, velem szemben, vagy az én megítélésemmel szemben is. Egymás húzzák le az értékrendjükkel, azt mondom? Ilyesmit is gondolok, igen. Hát, akkor mit mondjak vigasztalásul? Számoljunk vissza a nyugdíj? Nem. Továbbra is fenntartom, hogy én szeretem ezt csinálni. Az ember, mondom, én minden nap úgy kelek fel, minden nap másképp fekszem le. Igen, nem adom fel, hogy talán egyszer megfordul ez a dolog mégis. Na, drukkoljunk neki minden esetre. A következő kliensem, aki jár hozzám, mondjuk,
az egy színésznő. Hát elmeséli, hogy ő hogy éli át az utóbbi időben a feladatokat. Hello! Itt van. Bocs. Ez a casting iroda? Itt van a meghallgatás? Hova ülhetek? Sehova ne üljön le. Állni kellene. Szóval a következőt kellene megnéznünk. Mi most egy Anna Karenina történetet fogunk forgatni. Egy kicsit egyedi megközelítésben. Anna Karenina? Megvan. Ezt a Tolsztoj művet ismeri. Hogy? Igen. Na most csak a fotóit kaptuk meg az ügynökségtől. Ez is jó. Fotói alapján két-három szerepre is igen. Esetleg... Egyszerre? Természetesen nem. A következő lenne az első, hogy nem is tudom, nézzünk meg egy olyasmit, hogy egy picit menjen hátrább. Mert túl ez a vibráció, amit árad magában, ettől egy picit per pillanatban elszédültem. Egy pillanatra oda, egészen oda, hátra. Nem akarok kiesni a képből. Hogy a képhatár, hol a képhatár? Széles látósága? Remélem, mert beleférjek. Állj maga, az ágynak abba a végében, ha szabad kérnem. Na most a következőt kellene. Egy arisztokrata nőt próbálj, tehát nem egy ócska kurvát jelentő. Arisztokrata nőt, aki... Figyelek! Igen, tehát még egyszer mondom, nem egy ócska kurváról lenne szó, hanem egy arisztokrata nő, aki leül, maga elé húzza azt a tányért, vagy borsót, vagy bármit, amit ott talál, azokat a kellékeket nyugodtan használhatja, és abból csipeget, szemezget, miközben a gondolatai egész máshol járnak, akkor tessék. És egy ócska kurva. Akkor talán nézzünk meg egy másik feladatot. Kész, ennyi? Ezt most akkor igazán bevizsgál. Igazán a feladat, hogy úgy látom, hogy osztrigát kell szűcskörni. Nem az volt a feladat? Talán vannak ebben kisebb szerepek is, ebben a moziban. Ne, ez az orosz hetszetre, ez tök jó. És azt mondta, hogy 2-3 igen, is de lehet. Nem jó. Tudok ülni zártabban. Így ülök zártam. Egy éhes hajléktalan, aki éhes. Ide ennivalóhoz jut. Igen, de nem egy ugribugri mókus, hanem egy éhező ember. Egy embert kellene körülbelül eljátszani. Tehát továbbra sem valamilyen állatot. Jó, akkor ezt is hagyjuk szerintem. Megtenné, hogy lefekszik arra az ágyra. Persze. Még nem ezek
erről lesz szó, de... Haldoklik. És talán... hát... Igen, újra és újra az, ugyanazok a motivumok térnek vissza önmagába. Így az instrukciókat nehéz ugye kibontani, vagy bizonyos fajta mélységet. Ez egy sorozat, ez egy tévésorozat, nagy film, neki. Nagy amerikai film, széles nagy film, vászonban, de vagy... nem nagy kurvákkal, hanem finom arisztokrata nőkkel, akik a finom eleganciával vonulnak, illetve... Magának minden nőről a kurvák jutnak eszébe? Pont, hogy nem. Csak magáról. Hogyan szeretné, hogy haldokolja? Én alkalmas vagyok rá. Bármit tudok haldokolni. Megnézni. Mesztelenül haldoklik? Nem. Nem mesztelenül haldoklik, ugyanis nem a teste érdekes, hanem maga az állapot. A teste az, az állapot lenne. Hát az állapot érdekes. Az egy testtel együtt van. Tehát, hogy ebben az állapotban van a teste. Tehát, hogy... Elég egészségesnek tűnik egy pillanat. Én mindent megteszek azért, hogy megkapja. Minden, de nem adod pontosan is, hogy nem. Mindenről az jutott eszébe, hogy én egy kurva vagyok. Én adtam, hát látta. Hát látta, hogy akarom, hogy csinálom. De nem állandóan csak minősített. Nem azzal foglalkozott, még megítélt, és azt mondta, hogy ez egy kurva minőség. Érted? Egy frusztrált férfiát, jó, persze rendezőben szerintem. Nyomasztó lehet neki saját magával. De... Minden nőben egy kurvát lát. Tehát ez mit jelent? Hát, jelent a felesége. Nektek kellene pszichológushoz járni. Na, hát milyen okos vagy? Nem. Öregem, ha a férjem nem tartana el, én most tudom, miből fizetnélek. Miből tudnálok téged kifizetni. De nem kapom meg. Azért kéne a színészeknek, mert nagyon nagy kudarc tűrő képességet kell kifejezni. Hát az valami iszonyú, hogy mit kell. Tehát te azt hitted, amikor erre a pályára tévelyektél, hogy a siker, a taps, a csillogás, ha jól sem. Hát hittem. Hát még most na is. De most? Hát de most is, azért van most is aprós idő. Úgy tűnik, hogy visszautasításokat kell elviselni. Hát de mondd meg, mit kéne csinálni? Mindenemet adom. Mindig elmegyek, megtanulom, felkészülök, a szituációnak megfelelően viselkedek. Lehet, hogy jobban kéne nyomulni? Hát én tőlem ezt ne kérdezd. Hát de én nem tudom. Adod, ami vagy. Nem hát tudom, hogy vannak színésznök, tehát hogy csinálják, nem tudom. De hogy ezek hogy kapnak szerepet? Hát mondjuk azért tudom. Jobb abban nem belegondolni, de nem tudom, hogy én nekem mit kéne csinálni. Férjem azt mondja, hagyjam abba. Igen. De jó, hát figyelj. Mert anyagi gondom nincsen ezzel, de... Hát lehet, de szar, hát nem szeretem, hogy eltart, és nem szeretem, hogy a nekem való szerepek így elmennek mellettem. És az évek mennek, és hát érted, már nem ugyanaz. És most egy orosz hercegnőt kellett volna, hogy fasz. Rám van írva. Mikor játszak el egy orosz hercegnőt? Hanem most. Ez most. Alkalmas vagyok rá, mindenem alkalmas, de hát, nem látja meg. Nem. Lehet, hogy egy picit kevésbé kéne akarni. Ez milyen hülyeség? Hát ha nem akarom, akkor oda sem megyek. Igen, ha úgy akarjam, hogy ne menjek el, és nem. Nem így értem, hanem hogyha olyan nagyon azt látják rajtad, hogy neked ez olyan fontos, neked ez... Létkérdés. De hát mindenhol azt olvasod, hogy mennyire kell akarni. És ha akarod, akkor sikerül is. De én amerikai pszichológus. De jó, de akkor ez a kelet-európai bambaság kell? Dobva főzöm, aztán fedezze fel, hogy akarok?
Tehát ezek, gondolod, hogy tud olvasni a sorok között? Mindenben egyértelműt látod, képzeld, ennek bonyolultabban kezdtem volna játszani. Hát akkor mit vesz le belőle? Mikor lesz legközelebb kasztíl? Ha, egy óra múlva. Ilyen sűrű? Persze, én mindenhova elmegyek. Hát tisztelem komolyan az odaadásról. Iszonyú mennyiségű szöveg, iszonyú mennyiségű helyzet, szituáció, aminek meg kell felelni, de élvezem, mert mindig más lehetett. Rukolok. Szóval azt beszéltük, hogy játszon el egy rossz színész. Mi jön most? A következő... Jó, ja, látok? Igen. A következő... Hát egy olyan üggyel foglalkozó ember. Hát azt is nagyon tudom tisztelni nélkül is. Bárkiben megpróbálom megtalálni, hogy tényleg, mit lehet benne megérteni, megszeretni, megkedvelni, támogatni. Hát ő nagyon elkötelezett, majd mindjárt meglátjuk, hogy mi iránt. Ő most egyszer csak becsönget egy lakásba. Jó napot! Jöjjön! Kerüljön be, ilyen rossz a lábam, nem bírok kimenni. Jöjjön be! Jöjjön! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nem hallok, mit mond? A szomszéd faluból érkeztem. Ó! Cegléd, Berce! Ott van a mi kis hitközösségünk, a mi kis hitgyülekezetünk. Beszéljen hangosabban, nem hallom! Igen, pontosan erről szeretnék beszélni. A süketségről, hogy az emberek